Jó, akkor szent a béke? Nincs harag, vagy neheztelés? Lett volna. Egyáltalán nem. De én szerettem volna azt, hogyha még látom őt. Én tényleg szerettem volna. Ezt a pontszámaimban azért jeleztem, de hát mindegy. Szerintem fogtok még találkozni, ebben biztos vagyok. Itt gondoltam itt fönn ezen a színpadon, de hát nem baj. Így történt. Igen, ez most már így történt. Egyébként az este többi fellépőjéről mi a véleményed és az összbenyomásod? Sikerült megugraniuk a kisillagoknak? Hát ez egy érdekes dolog. Hát például nekem ugye az April Project az egy kifejezetten meglepetés volt. Én nem gondoltam, hogy ennyire jók. Szóval én a magamban, amikor ugye előre elgondoltam, én nem gondoltam volna, hogy ennyire jók. Ez egy nagyon jó dolog volt. És volt, akitől többet vártam volna egy picikét, és kevesebbet nyújtott, de úgy látszik a szimpátia, az hát a szavazatokban így mutatkozott meg ez a helyzet. Hát ez egy hosszú verseny, és még lesznek majd magaslatok, meg mélypontok is. Egy biztos, hogy Joe-tól átmenetileg búcsúzzunk, egészen biztosan fogom még találkozni, sőt az biztos, hogy itt a Csillagszületikben is látunk még téged színpadon, a csapat tagja vagy. Szeretném megköszönni a szeretteimnek, a szurkolóimnak, Istennek és anyukámnak, hogy megmutathattam magam. Jól érzem magam. Mi is köszönjük. Ati, megyek hozzád. Gyere, Nóri, várunk sok szeretettel. Véget ért tehát a